Nagy szeretettel köszöntök mindenkit mai irodalmi estünkön. Bár az irodalmi estet említettem, azért sok minden másról is fogunk szerintem hallani. Engem egyébként mindig megdöbbent az, amikor gyulaiakkal találkozom, és gyulaiságról esik szó, bár most már lassan magam is annak hallom magam, hogy mennyire szívő, mennyire mélyről jövő érzelmekről van ilyenkor szó, és hogy mennyire nem tud senki megfelelkezni arról, hogy honnan származik. Még ha nem is Gyulán született, de Gyuláról származónak hallja magát. És számomra különösen kedves volt az, amikor az ünnepi könyvhét végén megkeresett engem Ábrahám György, aki azt mondta, hogy szeretné bemutatni egy kedves barátját. Akkor ismerkedtem a Szőnyi-Ferencről. És ők elkezdtek beszélgetni az iskolai évekről, arról, hogy milyen volt együtt játszani, hogy milyen volt együtt olvasmányélményekről beszélgetni. És nagyon megkapott engem, megvallom őszintén, szinte belevonzottam, amikor Szőnyi úr arról beszélt, hogy volt ott egy gyerek, egy fiú, aki mindig tudott valami érdekeset mondani az olvasmányélményéről. Hát úgy volt, hogy a mai este ő lesz a beszélgető partnere vendégünknek, de sajnos nem tudott eljönni, innen kívánok neki jobbulást a műtétje után is, minden jót és jó egészséget. De ami nagyon fontos számunkra, hogy szeretettel köszöntek ki körülben Szőnyi Ferenc urat. Sokak számára nem szorul bemutatásra, aki pedig nem ismeri, bízom benne, hogy az est végére meg fogja őt ismerni. Kérem, köszönjük őt, hogy megtapsolom. És nem tudom meg kérem, hogy köszönjük beszélgető partnerét, aki vállalta, fölkészült. Nem kell őt ismerni, vagy igaz, nem kell őt bemutatnom, úgy gondolom, hogy mindenki ismeri őt. És nagyon alaposan egy tartalmas est elé nézünk. Kérem, fogadják szeretettel Somosi Ivánt is. Megelőlegezve az izalmat azelőtt a beszélgetés előtt, ami most valóban bízom, hogy elkalózol bennünket Gyulától egészen Dél-Amerikáig. Tartalmas estét kívánok! Jó estét kívánok! Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és bár minden gyönyörű felkonferálással készültem, de nem terhelném Önöket azon, hogy ezt megismétlem, hisz János mindent elmondott. De az igaz, és erre viszont így nem készültem, tehát ez a valódi mostani jelen pillanat, hogy Ábrahám Györgyöt ugye mindannyian ismerjük, hisz minden rendezvényen látható és hallható, és amióta nekem ő így feltűnt a városban, mindig egyre közelebb húzódva hozzájuk, amikor a barátjával jelen vannak, a szünetekben, vagy rendezvények előtt után, mindig ilyen hallótávolságon belüli oldaloktam feléjük, mert csak ezek a hétköznapi beszélgetései olyan, mint egy lyukas óra külön kiadás. És akkor, amikor megkerestek azzal, hogy beszélgessek egy olyan emberrel, aki a lyukas óra közvetlen közelében dolgozik, és részese az igazi irodalmi alkotói folyamatoknak, hát nem kívánom, hogy a helyenbe képzeljék magukat, de amikor találkoztam először Szőnyi Ferenc úrral, akkor ez minden feladódott, és nem is tudom, 3 órát beszélgettünk először. Így. Remélem, hogy ez a mai beszélgetés is így fog önök megtűnni. De rövidebb lesz. És igazából János elmondta azt, hogy kulturális kalandorság, és az, hogy a gyulaiság mennyire fontos. És ez valóban igaz, hogy Szőnyi Ferenc bárhol is él a világban, és bármivel is foglalkozik. Az egészen bizonyos, hogy a gyulaiság az jelen van az ő életében. És bár jelenleg Budapesten él, mostanában egyre sűrűbben látható Gyulán. Én nem tudom, gondolkoztam ezen, hogy ennek bizonyára van valamilyen magasztos oka is, hiszen minden ember életében eljöhet az a pillanat, és nagyon remélem, hogy ez is jön, amikor a gyökerek egyre jelentősebbé válnak, amikor egyre fontosabb azon gondolkozni, hogy honnan eredünk, és hogy ennek milyen jelentősége van az életünkben. Persze lehet, hogy ezt most inspirálzom túl, és hogy ennek sokkal prózai oka van. Nem tudom. A hétvégén járt itthon, vasárnap utazott vissza, tehát ez tényleg egy közelmúlti látogatás volt. Mi ennek az oka? Hát igen, egyszerű. Évenként ismétlődő érettségi találkozóra jöttem nagy boldogan, és ezt csak annyit teszek hozzá, hogy Dézsi János igazgató
mondta, hogy ő is kezdi magát Gyulainak érezni. Na most Gyula és Latin Amerika között az a erős hasonlóság, hogy ugye mindig azt mondják, hogy aki egyszer a lábát Latin Amerika földjére teszi, az el van veszve örök életre, mert a további életében állandóan vissza akar oda menni. Na most Gyula is ilyen. Úgyhogy aki egyszer Gyulán élt egy kicsit, az Gyulai lesz. Mennyi idő van ez a kiválasztás? 14 év, 14 meghatározó év, igen. Tehát egy éves koromtól 15 éves koromig éltem. És hát fantasztikus barátságot kötöttem, nem csak az általános iskolában ez a fülke lábú és fülke eszű nagyon kedves gyerek, akitől sok mindent tanultam már akkor, és akit a futballpályán tanúsított fülkesége okán Brazilnak neveztünk, az Ábrahám Gyuri, akinek mondtam is, hogy hosszú idő után, mikor a nyomára bukkantam, de hogy bukkantam a nyomára? Megállapítottam, hogy a világ majdnem minden nyelvén a kultúrát úgy mondják, hogy kultúra, vagy culture, vagy tudom is én, mit a kultúra? Kivéve Gyulán, mert itt úgy mondják, hogy Ábrahám György. Mert ő minden kulturális eseményen ott van, és mindegyikben aktívan részt vesz. Szóval ez Gyula, és a szombati létem, a találkozó, a barátaimmal, akik közül sokat itt ülnek lenni a örömömre, hát ez mindig valami egészen fantasztikus élmény. És Ábrahám György, mikor volt osztálytársa? Elsőtől nyolcadikig. Hát általános iskolában, igen. Gimnáziumban ő már reál tagozatra ment. Én meg ugye magam Mamrasz módján a humánra. Azért hogy egy kikért mondanak, hogy Mamrasz mondta. De akkor hadd kíváncsi is vagyok egy kicsit. Mennyi idő után jött először vissza osztálytalálkozóra? Az érdekelne, hogy időutazás ez, vagy ott folytatták, ahol abba hagyták, milyennek látja a többieket? Igen, a korral megérkezik az ember belső világába egy olyan élmény, egy olyan különleges tapasztalat, amivel először nagyon pazarlóan bánik. 10 éves érettségi találkozón voltam először. Akkor még olyan pirkoncak voltunk, ugrándoztunk, örültünk egymásnak, de különösebben, hát nem. Aztán, amikor a 40. érettségi találkozón itt voltam, akkor valami nagyon meghatározó új elem adódott hozzá az előző. Mert hát hiszen azért én Gyulára ellátogattam érettségi találkozó nélkül is, hiszen jó barátaim élnek itt, Decsi Jóska, meg hát ugye korábban Raskó Péter, és mások. És aztán mikor az... Na, itt jön be az életkor faktor, mert tévedtem 10 évet, a 30. érettségi találkozó volt az a meghatározó. A 41-ig meg pláne. Akkor éppen Argentínából jöttem haza, két nappal a találkozó előtt, és hát az volt tényleg a megrendítő volt, mert mondom, most nekem vissza kell mennem, meg még évekig ott kell dolgozni, hála Istennek, de amikor hazajövök, akkor a következő nap már Gyulára. Mert mint Antaeusnak az anyaföld, olyan volt nekem Gyula. És egy idő után ugye sokan eltávoznak közülünk, nem mondom, hogy öregszünk, de múlik az idő, és meg kell becsülni egymás társaságát. Minden évben összejövünk. Ez nagyon szép, minden évben. És most 26-an voltunk, ami hát miután nem kell kétforduló, ez egészen tiszteletre jutó szám. És bizony. Milyen hatások érik Gyulán? Mit kapott a látogatás, amikor hazajön, akkor milyen ez látja? Látja-e azokat az utcákat, amik egy gyerekre? Hogy ez idő folyamatosan
nem is szembesül a változás. Az ember sokat jár a világban, és azt mondják, hogy ilyen kaland, minden. Ennél izgalmasabb kaland, mint túl a utcáin sétálni, ennél izgalmasabb nincs. Mert össze a város. Tehát azt szokták mondani a nagy utazók, hogy amikor azt mennek a szülő földjükre, főleg a szülő házba, akkor de kicsit, tehát hogy úgy összemegy, nem? Nem ment ezt egy ulat? Lehet, hogy összement, bizonyos szemszögből nézve, de ki is nyílt. Hát a gyerekkorom, meg a szüleimnek itt Gyulán megélt társasági élete kapcsán, illetve az akkori időből, hát például új felfedezés tavaly, a Balma Tibor Csonti, akit újra felfedeztem, akit évekig nem láttam, évtizedekig, és hát fantasztikus, hogy ugye a szüleink állandóan itt az otthonban mulattak, vagy éppen egyik-másik házban, zongora ének, nagyon-nagyon-nagyon szépen tudtak együtt örülni az életnek 50-es években, amikor nem volt könnyű. De nagyon nagy lecke volt, vagy tanítás, vagy nem is tudom minek nevezzem, de nem tudok eléggé hálás lenni se az én szüleimnek, se a páros gyerekek szüleinek, se a Balla szülőknek, akik mosolyogni, örülni tanítottak meg. Olyan jó hallani, hogy repkednek ezek a nevek. Nem tudom, önöknek ezek mondanak, jelentenek ezek a nevek? Ma igen, nálunk bólogatnak, nagyon jó. Milyen tanár, amikor beszélgetünk, annyi minden, olyan sok mindenkit említve, iskolai tanárokat, meghatározó embereket, egy kamasz életében, egy fiatal élet elején álló ember életében minden hatás nagyon jelentős. Főleg a pedagógusok, főleg azok a felnőttek, főleg azok az emberek, akikkel akkor találkozik, akik voltak olyan hatással, akikre ma is nagyon-nagyon markánsan emlékszik. Én nem például szegény Agót tanár úr nagyon nagy hatással volt, illetve nagyon emlékezetes, mert ő adott nekem olyan érdemi jegyet fél évkor, aminek következtében édesapám hozzám látta a bizonyosan. Úgyhogy azt nem tört elszintelettem? Nem, egy közepes volt, ami hát az... Közepes? Igen, egy hármas, ami hát... Nem, ez szerint nem volt megengedhető. Hát édesapám szerint nem, én szerintem sem, de hát most mit csináljak? Hát nem szerettem a kémiát, nem is tudtam, és ahol tanár úr lett, nagyon hamar látott. Ugye ezek a dolgok olyan hamar kiderülnek az emberről, ezek, ami szeret, az nagyon sokáig kell bizonyítani. Hát igen, és hát sok-sok régi tanár szoktunk emlegetni, még hát most hosszú lenne föl. Hát most hirtelen ő jutott eszembe ennek az eseménynek, vagy esetnek a kapcsán. Aztán hát mindig jó volt látni régi tanárt, hogyha eljött még Kunya Sándor, volt az osztályfőnökünk, Kovács István, Torna tanár, még tavaly előtt is velünk volt, Miskolciné, Klári néni, a persze gimnáziumi tanár volt, ezzel mondok, elmutatnék általános iskolából is. Az alsó tagozaton Royce-né, már nem tudom mi volt a keresztneve, de tudom, hogy én őt nagyon szerettem, és valamilyen rejtélyes oknál fogva ő is engem, jó lehet csúnya tréfákat is megengedtem magamnak, de hát ezek már úgy... A feledés homályban jutott azok a könyvek, ilyen színes foltok, az emlékeknek a polcai. Merre jó, akkor sorolom. Először a Miklós-Szent Miklós téren, ott egy nagyon hangulatos kis földszinti házban, utána az Aliendre utcában, ahol hát ott maga a paradicsom volt számomra. Na most ez megint a léptéknek a játéka, hogy igen, az összes oldott. Annak idején, mikor én egy éves, két éves voltam, 6 éves kor, még az volt az édenkert, amiben minden volt. Függőágytól kezdve kis bokorra a kerítés mentén, ami alatt
mászkál, és gyönyörű gyümölcsök, a sarokban még disznó is hízott, tyúkok káráltak. Most nézem, hát olyan picike az egész kert, mint ez a terem. Arra sem bírt, amikor gyűlölne? Mindig. Na ez volt a másik lakás, a harmadik Városház utca 26, a Városház a Negyelház utca sarka, ahol a vízügy teljeszkedett, azért kellett nekünk kiköltöznünk az első emeletről. Nagyon szép nagy lakás volt, erkéllyel, hallgathatott mindig a megafont, naphosszat, a mozgalmi dalokat harsogták, vagy éppen a Vámosi János behízelő hangján azokat a romantikus slágereket. Vladimir János tartani, mennyi édes margarit. Hát aztán onnan a vízügy épített egy saját házat, épületet, 5-ös utca 10-ben. És onnan jártam aztán a gimnáziumba, és onnan költöztem el kövér könnyekkel a szemem Budapestre. Na még ilyen Budapestre költöznek. Nagyon fontos az, hogy ugye azok után, hogy milyen hatások érik az ember, de azt szokták mondani az alkotó emberekről, hogy elfelejtenek felnőni. Tehát, hogy igazából megmaradt az a gyermeki nyitottságuk. És épp ezért nagyon fontos az, hogy miről állapodik valaki gyerekkorában, hiszen ott van a paradicsom, ott van a teknősbéka, ott van a nagy udvar. Minek készült akkor, ha nagy lesz? Tehát ezek is eszébe jutnak most? Persze. Egy ilyen időutalás? Hogy ha visszajön, akkor azon a helyszínen meglátja, és eszébe jut az, hogy akkor mik voltak azok a dédelgetek? Persze. Még csak oda se kell mennem. Hát, elhúnyom a szemem, te sem unyom, csak éppen szüksége van arra, hogy erőt merítsek, és valami szépet megint megéljek. Nem mondom, hogy a jelen nem ajándékoz meg szép pillanatokkal, de azért ez más. Mm-hmm. És ennek olyan patinája van, és tényleg a gyerekkor, így ahogy mondja, az, az emlék szépíti meg, vagy akkor volt itt sokkal szebb reménye az embernek? Hát nekem nagyon sok reményem volt, mert pici gyerek voltam, és azt hittem, hogy én nem tudom, minden előtt állok még, és így is volt. Mert hát a gyerek reménykedik, ott volt egy tüneményes kis nővérkén, ott volt az édesanyám, édesapám, egy gondoskodó nagynéném velem, és mindent elkövettek, hogy számomra ez a világ, az elképzelhető világok legszebbike legyen. És jó volt játszani, jó volt átmenni. Mondjuk, amikor egyszer hazamentem, és rendkívül szigorú felelősségvonásban volt részem, azt hiszem harmadik elemiben, hogy hol jártam. Nem mentem haza rögtön az iskolából. És akkor mondtam meg Szepenvel, hogy hát legyeket fogtunk a gubicával, a tervolta, a halaknak. Mint megtudtam, édesapám alig bírt a hangos nevetését elfolytani, de azért egy ruhalkasztóval jól elrakott, hogy azért ezt máskor ne csináljam. De ez azért érdekes ez a történet, mert ezt tanulmában elmeséltem, a házi néninek, egy nagyon kedves néger asszonynak, a Matilda anyónak, aki évek múlva is, mikor visszalátogattam, emlegette úgy, hogy capturamos moscas en la pared részén kongubica. És kongubica emlékezett a névre. Úgyhogy olyan aranyos volt. Hát igen, így hívelt át ez a történet. Kontinenseket, tengereket, vannak ilyen pillanatok. Szóval nagyon, nem, Gyula fantasztikus. Hát mindig szegény feleségem, amikor mesélem, mondtam, hogy
hogy hát nem, hát minden héten le akarok jönni, mert én nekem, és aztán a gyerekeim is úgy néznek rám, bár voltak itt, de, és megérintette őket, nem? De hiába, hiába mondom, hogy itt volt ez a kert, ahol életemben az első gólt rúgtam, teniszlabdával, és azzal nyertünk 1-0-ra. Ez az enyém, ez a történet. Nekem pedig megvan a sajátja. Így van. Versben maradt, nem a megtudatkozott néhány versben, a város, vagy milyen olyan élmény, olyan hangulat, ami ide köti? Hát a hangulat az mindenképpen, és egy szonettet mindjárt is olvasnék, mert ez a visszatérés és az érzelmi visszatalálás és sok minden más még, ami ebben a... Ez nem mutatom. Ez a borostyán út. Estére vár, de látod, visszatértem az emlékezet borostyán útjáról. Kőpor virít a talpamon. Nem áll jól. A kő talán már tudja, hogy miért nem. Merítkezik, formát cserél a térben minden, mi él vagy egykor élt akárhol. Elég a képzelet szelíd szavából. Borítson asztalt, fogja le a térdem. Én még gyerekként napban néztem egyszer. Kakas kiáltott éppen, hol melegszel. Örök merénylet minden pillanat. A régi út nézd, félve visszarettem az ösvénytől, mit annyira szerettem a békülékeny alfák alatt. Hát ez például Dunán. És már akkor születtek versek, amikor még itt élt, vagy akkor még úgy sejtéssel volt arról, hogy valaha ezeket így rímbe fogja, vagy versekben fogja megörökíteni? Szüleim is az előbb említett nagynéném jegyezték föl, hogy még az Ady Endre utcában laktam, akkor átestem egy kalandon, ami mindjárt három műfaj találkozására adott alkalmat. Ne is akarszunk el valóban. Egy ilyen mondóka, egy számomra igen drámai esemény, ami egy gyönyörű békesugárodtam, ami akkor még békesugárod volt, még egy gyönyörű gesztenyét, és akkor hát ezt haza viszem. Aztán, hogy mi történt, mindjárt kiderül, mondom a kis mondókát, találtam egy gesztenyét, betettem a zsebembe, kiesett a zsebemből. Elgurult a gesztenye. Na most, ez egy leíró dolog, ugyanakkor hát vers, és hogy mekkora dráma, azt csak a szomszédok tudták, amikor hallották, hogy bömböltem, hogy elvesztettem a gesztenyét. És 4 évesen igazán nem is tudsz, igen? Hát igen. És az hogy maradt meg emlékezetben? Mert egyik nagynéném leírt. Azt mondta, hogy ez annyira jó, hogy ezt leírtam, és ezt valahol a családi archívumban ott hevert évtizedekig, úgyhogy megmaradt az utókorra. Tehát akkor ön a gimnáziumban is már az a fajta tudós fiú volt, aki verseket ír, és könyvtár mélyén kutat és olvas, vagy egészen más terhelyi volt? Állandóan nyargaltam a Raskó Peti barátommal, indiánosoztunk tudóskodás helyett, de azért igyekeztem a leckémet megcsinálni, meg magamévá tenni, leszámítva a kémiát. Minden esetre az irodalom nagyon érdekelt, persze, és arra emlékszem, hogy talán többen is az osztályból, hogy volt egy olyan házi feladat, hogy édesapám. És hát mindenki írt dolgozat, házi feladat, és én ezt versben írtam meg. És ez nagyon nagy sikert aratott. Nem csak az osztálykönyvbe bekerülő 5-ös kapcsán, hanem aztán önképzőkör, jártam az önképzőkörbe, és valahogy úgy jól indult, gondoltam, hogy ez így. Aztán Pestre kerültem, és ott, hát igen, ott aztán egy egészen más, hát biztos látta a kötet végén ilyen függelékként
egy ilyen diákbusz, amit aztán ott írtam meg. És a Magyar Rádió Így Írunk Mi versenyén nyert is. Igen, nyertem vele. Aztán hát ilyen humoros pálya műveket kellett beküldeni, és aztán behívtak a rádió, Padisák Mihály, mindannyiunkat, akik elküldtük, hogy hát most ki milyen humorista már, és milyen humorista lesz. És akkor kiderült, hogy én meg ilyen szomorú, lemondó verseket írtam, szerelmes verset, vagy arról, hogy nekem végem, mert én halálosan beteg vagyok, meg ilyen hát kamaszkorban szokásos témákat írtam meg, és úgy néztek rám. Nem egy humorista voltak. Hát nem egy humorista, mondták, és ennyiben maradtunk, és soha többé nem hívtak. Én meg aztán később azért szóval a versírástól nem ment el a kedvem, de egy darabig úgy hagytam írni a dolgot. Tehát 1959-ben Budapestre költöztek, és ott tanult tovább. Jól tudom, akkor ott már egy fiú osztályban, tehát ezért kamasz életében ez is egy meghatározó tényező lehet. De úgy tudom, hogy még ennél is furcsább volt, mert hogy, bár nem tudom, hogy ez igazából arra az időszakra tehető, hiszen meglehetősen korán már operaénekesi pályára tört, hiszen felvételizett is. Igen, 5 évesen, amikor a Ady Endre utcai kertben bömböltem a Fel-fel vitézek a csatára. A díjra. Igen, szomszédok nem értettem, hogy miért szaladnak olyan messzire, de minden esetre én úgy gondoltam, hogy én operaénekes leszek, és igazából a negyedikben... Ez sem múlt el, igen. Hát nem múlt el, persze, nem múlt el, csak én úgy akartam énekelni már kisgyerekként, ahogy a bácsi a rádióban. És mindig így öblögettem, és vastagítottam a hangom, miközben kiderült, hogy nekem tenor hangom lett volna, és hát aztán úgy is használtam, mint tenor, vagy tenorista, vagy nem tudom, minek szokták ezt mondani. Minden esetre negyedikben, nem sokkal érettségi előtt, az öltözőben, tornóra után, az asszony ingatag. Azt énekeltem. Bejött János bácsi, a tornatanya, a nagyvalószág. Hol tanulsz énekelni? Tudjunk sem. Ökör! Ennyi volt a véleménye, ennek következtében elmentem tehetségkutatásra, a Zeneakadémiára, kaptam egy jelentkezési lapot a felvételire, ami aztán természetesen nem sikerült, már mint a felvételi vizsga, kétszer próbálkoztam, de azért tanultam tovább magánéneket is, és amikor a magyar-spanyol szakos diplomát megkaptam, és utána nem találtam állást, hívtak a rádió és televízió énekkarába, ahol 3 évig főállásként ott tenorizáltam a környezetemet, és hát ez volt ennek a történet. Hát akkor ezt a zenei gondolat gyorsan végig is vezettük, persze, hogy nem végig, csak szépen felvázoltuk. Tehát énekelt hivatásosan is a kórusban, és mellette ugye elvégezte, mint említette, az egyetemet spanyol szakon, megterült a latin tanult, és utána... Tanítottak nekem. Igen, tehát is sok mindent elárul. Igen. És akkor milyen szándéka volt ezzel a nyelvtudással? Az irodalommal feltételezem összefüggött? Mindenképpen az irodalommal, és így szerettem volna írni és műfordítani. És az volt a nagy állam? Ez volt a nagy állam. Igen, és írni. Még nem döntöttem el, hogy prózát vagy verset mindenképpen. És emlékszem, hogy az első fordításaimat egy barátomon keresztül 1970-ben vittem el, az akkor nagy névnek számító, mint műfordító nagy névnek számító Göncz Árpádhoz, aki megnézte ezeket az első, és olyan szerencsétlenkedve raktam egyik lábomat a másik
mellé, és akkor elolvasta, rám nézett, azt mondja, te egy tökkelődött zseni vagy. De ezt örökre, hát elhatároztam mind a kettőt, de megvalósulni a tökkelődött orvosult. Minden esetre ezt emlegettük később is. Végül is neki köszönhetem, hogy elkerültem az Európa könyvkiadóhoz ezekkel a fordításaimmal, és már 72-73-ban külső munkatársként dolgoztam nekik, lektoráltam, fordítottam, és 75-ben belső munkatárssá fajultam. Tehát azért ugye állunk kérdezettetek, mert hát így bekerült a szentélyek szentélyébe, operaénekesként persze, a Milánói Scala színpadán is énekelt, de közben egy olyan bő másfél évtizedet pedig eltöltött, hát egy nem akármilyen munkaközösségben. Bizony, és ez 77-ben volt, mikor a Milánói Scalában énekeltünk a kórussal, színpadon, operában, és most ez jól hangzik, hogy operaénekes. A Lator László, aki nekem ott közvetlen főnökünk volt az Európánál, kértem, hogy hát elmehetek. Egy csak hangi csáj, mondta. Úgyhogy ez volt a megítélése, és én boldogan mentem hangicsálni persze, de az Európánál valami egészen félelmetes emberi térfogatba kerültem ott. Tényleg Vas István, Katona Tamás, Lator László, Benyhely János, Kór Judit, és folytathatnám tovább. Biztos kihagyok egy-két fontos, Váradi Szabolcs fontos nevet, és hát valami egészen elképesztő társaság volt, és ami nem csak szellemben, hanem azért derűben is, mert az a televízióból is látszik. Ja, egy hihetetlen, derűs életvidámú társaság, akiket csak hallgatni is szórakozás. Hát miközben az ember nagyon sokat tanul, nem ők közben együtt dolgozni velük. Hát rengeteget röhögtünk, persze. és hát ott, amikor jó, voltak komoly pillanatok, amikor Vas István beült nagy vastag szivarjával a Lator szobába. Ott voltunk Lator László, Benyhe János és én, így hárman. És akkor mindenki más osztályokról is oda köré nyúlt, ez péntekenként szokott volt megtörténni, és mesélt. Igen, és akkor a Miklós azt mondta, hogy ez Radnóti volt. Valami egészen hihetetlen. Na, ez volt aztán igazán ilyen szellemi időutazás. És szóval nagyon-nagyon csodálatos volt. De hát játszottunk sok mindent, nem csak rajzos szekrétet, nem csak sakkoztunk, hanem a László Lator ilyen feladatokat is adott, hogy... Hát azok is voltak, meg hogy ígyük tiszti hont, úgy, hogy benne van az, hogy karócai béke. És akkor másnap vittem neki a kis penzumomat, hogy azt mondják mifelénk, hogy 100 karlócai béke sem volt oly szomorú, mint a tiéd Trianon. És nagyon tetszett neki, persze. De hát voltak, mondjuk ez nem vicces, de mégis játék volt. És még ha nem is játék tartalmilag, akkor is újabb kalapácsütés volt az összekovácsolódásunkhoz.